Nagy szeretettel köszöntöm Schmidt Pált, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökét, aki Pekingben kint tartózkodik a téli olimpia helyszínén, és köszönöm szépen, elnök úr, hogy rendelkezésünkre állsz, így egy Zoom megbeszélésre a Mandiner nézőinek, olvasóinak tudsz egy pici tájékoztatást adni egyrészt arról, hogy zajlik a pekingi téli olimpia, de még mielőtt erre kitérnénk, szeretnénk egy személyes ügyben a véleményedet kérni, és köszönöm szépen, hogy lehetővé teszed a tegeződést tekintettel, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, és a sportcsalád tagjai Igen. vagyunk. Igen. Szóval, hát mi más is lehetne most itt a vezető téma, mint nyilván Liu Shaolin Sándor előbb megszerzett, aztán később elveszített aranyérme, ami tulajdonképpen, hát ha lehet érzelmi hullámvasútról beszélni, mind a szurkolók, nyilván mind a sportolók szempontjából, akkor ennél nagyobb amplitúdot el sem tudnék képzelni. Te most hogy érzel, tekintettel arra, hogy már tudjuk, hogy az óvást is sajnos elutasították? Engedd meg, hogy egy kicsit messzebbről fussak neki, jó? Köszönöm a hívásotokat, és a Mandiner nézőit is szeretettel üdvözlöm. Nos, a sportban lassan megbarátkozunk azzal, hogy a legfontosabb döntéseket videó segítségével, rögzített videó segítségével szakemberek döntik el. Ezt az elején nehéz lett elfogadni, de nézd meg, teniszversenyen már nincsenek vonalbírák, futballversenyen nincs gólbíró, meg hát mondhatnék vízilabdában, kézilabdában, a sport nagyon nagy területére, még ökölhívásra is, a videóbíráskodás bejött. Tehát ezt tudomásul kell venni. Itt olyan emberek nézik ezt ahogy itt mi történt, akik ilyet már ezret láttak. Te, meg én, meg a egyszerű magyar tévénézők, talán láttunk ilyen esetet, mert most már szeretjük a rövid pályás gyors korcsolyát, mondjuk 10-et, de ők meg 1000-et. És ők 1000 lettek fölkérve, történetesen ez a döntő videóbíró egy angol volt. Egy angol ember, aki a legjobb lehet, hogyha egy ilyen érzékeny versenyt rábíznak. Na hát ennyit az előzményekről, tehát ezt el kell fogadjuk. Ami történt, az én személyes, hangsúlyozom, személyes, én nem vagyok az a nagy szakember, sem te, gondolom. Egyszerű drukker vagyok én is. Kakaskodtak, ez benne van a sportban, de talán emlékeznek a kedves nézők, hogy szinte minden futam után valakit kizártak, valakit figyelmeztettek, valami végeredményt számunkra evidens végeredményt megváltoztattak, tehát ez sajnos benne van. Ez egy ilyen sport, azt mondanám, hogy küzdő sport, pedig hát elsősorban korcsolyázásról, ügyességről és gyorsaságról van szó, de itt bizony meg kell vívni és ütközni is kell adott esetben, bár nem nagyon szabad. Most vegyük azt a pillanatot, amikor ők mindketten ütköztek, amikor már úgy éreztük, hogy miénk az aranyére, fölüljöntünk, boldogok voltunk, ő is, igen. Ő is úgy érezte, de ő is tudta pontosan, hogy kakaskodott. Ő is ott az utolsó pillanatban, hogy ki lökött előbb, vagy ki nem lökött előbb, ezt most hagyjuk a videóra. Azt ott lelassítják, és ezred másodperc pontossággal mindent látnak. A bírók úgy döntöttek, hogy mind a ketten hibások voltak. De tekintettel arra, hogy ugyanebben a versenyszámban a Sándornak volt már egy sárga kártyája, egy figyelmeztetése, őt automatikusan ki kellett zárni. Talán észrevetted az eredményhirdetésnél, hogy még negyedik sem lett. Sem hát igen, a sárga lap az ezt jelenti, hogy tulajdonképpen az egész versenyszámból kizárt. A második sárga lap az a automatikus kizárással jár. Ilyen pedig az ellenfelének, a végső győztesnek nem volt. Tehát ez a magyarázata egy ilyen nem technikai, hogy ki lökötött előbb, meg kibe kikapaszkodott, hanem ha mind a ketten ott az utolsó pillanatban hibáztak, én is úgy gondolom, hogy legalábbis mind a ketten hibáztak, akkor a Sándornak volt már egy sárga kártyája, és őt úgy, ahogy van a versenyből kizárták, még csak ötödik sem lett, és behozták az győztesnek, aki. Nekem rendkívül szimpatikus volt, hogy maga a Sándor is azt mondta, hogy hát ez egy ilyen sport, most már később mosolyogva, még a barátjának, aki őt legyőzte ezek szerint, annak is gratulált, hogy jól ismeri, és hogy
elismeri, hogy milyen nagyszerű korcsolyás, és azt mondja, hát most már nem vissza, hanem előre kell nézni. Igen, ebben teljesen igazad van, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag Liu Shaolin Sándor személyes üzenete, hogy Zheng Zhiweinek üzent, ugye a győztesnek, az mondhatni, hogy kicsit eliminálja ennek az egész dolognak az élét bennünk, hiszen ő maga láthatólag felülkerekedik ennek az eredménynek a, mondjuk így, a fájdalmán, a negatívumain. Igen. Hát én sportjogász vagyok, engedd meg, hogy egy kicsit azért még kapaszkodjak egy-két dologba. Egyrészt azért, mert ugye például sokat próbáltunk itt ugye informálódni. Knokk Viktor, ugye az előző olimpia váltójának olimpiai bajnoka azt mondta, ő azt mondja, hogy nála Sanyi olimpiai bajnok, de ez természetesen, mint volt versenytárs, megértem. De azt is mondja, hogy ugye ez az úgynevezett shared responsibility, tehát ugye ez a fajta megosztott felelősség, amikor... Kakaskodás, így mondanám. Igen, amikor mindkét fél érintett, igen, mondjuk egyfajta szabálytalansággal, ugye ez elvileg kétféle megoldást hozhatna. Az egyik az, hogy vagy mind a kettő versenyzőt egyformán büntetik, és akkor elvileg a győztes is ki kellett volna zárni, vagy egyiket sem. Ebben igazad van, de a Sándornak volt már egy sajnos ebben a versenyszámban hozott sárga kártyája. Ez a bizonyos yellow card. Az egy figyelmeztetés, és a szabály, ezt a Knokk Viktor is pontosan tudja, ha kettő ilyet összeszedsz, kizárnak a versenyből. A koreaiak most már nem tudom, hol tartanak a felebezésükkel, mert őket, ők az egész csapatokosan kizárták. Igen, hát igen, olyannyira egyébként, hogy azért sportjogászok kollégákkal is értekeztem, és ők is azt mondják, hogy hát ugye maga ez az egész döntő nap azért sok felvett, hogy mondjam, sok kérdést vetett fel. Nem volt igazából az egész dolog tisztának tűnő. Kicsit olyan volt egyesek szerint, a koreaiak szemszögéből olyan volt, mintha eltakarították volna a versenyből ugye azokat az ellenfeleket, akiket egy kicsit úgy láttak, hogy útban vannak. Most ezt természetesen sarkítom, de nyilván az ő szemszögükből lehet ilyen. Ugye elutasították a fellebbezést. Azt mondták egyébként Báhidi Ákosék, ugye a csapatmenedzserre, hogy nem is nagyon számítottak másra, úgynevezett, ugye ezt a field of play szabályt nagyon ritkán írják felül, tehát magán, ami a játéktéren történik, a legritkább esetben... Ezt a többi sportokban is elfogadjuk már. Igen. Na most van-e még, és érdemes-e bármilyen jogorvoslat? Most gondolok itt például arra, hogyha nem a field of play, tehát ami a játéktéren történt. Volt, aki azt mondta, hogy szerinte a bíró viselkedését kellene megvizsgálni. Hogy például vajon nem ellentétes az a cselekvés, amit csinált az ő bírói olimpiai esküjével. Ez már KASZ hatáskört. Tehát van-e bármilyen egyéb fórum, és azért is kérdezem, hogy azért nyilvánvalóan Báhidi Ákosék is említették, ugye, hogy a fellebezés önmagában ugye már az, hogy megóvták az eredményt, és azt mutatja, hogy nem nyugodtunk bele ebbe olyan a nagyon könnyedén. Érdemes-e még más fórumokon ezt az eredményt vitatni a jövőre nézve, már csak azért is, hogy a verseny későbbi tisztasága egy kicsit garantálhatóbb legyen. Nézd, a verseny közepén vagyunk, még ugyanez a versenyző még három számban érdekelt, plusz a nagyon várt 5000 méteres váltó, férfi váltó váltásban. De lehet, hogy 1500-on nem, de az is érthető. Be is jelentkeztem érem átadónak, mint Nopp, meg ezt károljában megjegyzem, és nagyon reméljük lesz, belül. Reméljük lesz most, a dolgot. Most felkavarni a kedélyeket, pártossággal vádolni az egyik legfelkészültebb angol bírót, ez nem szülne semmi jót. Ez eldőlt. Mondom, a lényeg, hogy a magyar szurkolókat egy kicsit próbáljam megnyugtatni, nekem is nagyon fájt. Én is ujjongtam itt, amikor ezt néztem. Az, hogy volt már egy sárgalapja. Talán a sportban járatosak tudják, hogy a két sárgalap után kizárás jön. Igen. És ez itt is van vezetve. Hát ha mind a ketten hibásak voltak on the field of play, ahogy te mondod a játéktéren, az egyik kapott egy figyelmeztetést, de attól még ő a győztes, mert csak egy sárgája volt, a másikat meg kizárták. Még egyszer mondom, meg kell nézni sajnos a végeredményt, sehol nem szerepeltetik, csak a eliminated. Értem. Közül. Ezen nem érdemes tovább. A koreaiak is már nem tudom, hol tartanak, már fölvitték a legfelsőbb sportbíróságig, Lozanba ücsörögnek a videótépek előtt, de ott nincs elég szakember, aki ezt megnézze. Ugyanide jön vissza a felebezés. Hát igazából most nincs más fórum, ugye a KASZ, ugye a Nemzetközi Sportdöntőbíróság Lozán székhelyel valóban az a jelen pillanatban a sport, így van, a sportvilág által elismert ugye legfőbb jogi így, testület. Igen. Kicsit vonatkoztassunk attól el, ami éppen Liu Shaolin Sándorral történt, független attól, hogy a szívünk szakad meg, és én is mondhatom személyesen is így érzek.
Ha visszautalunk erre az egész döntőnapra, és visszautalunk arra, amit azért sokan pedzegetnek, hogy hány eredményt döntött el a végső esetben, hogy fordított meg a videóbíráskodás, hogy hányszor kellett beavatkozni. Generálisan kérdezem a véleményedet. Ugye azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem szereti a nem tiszta viszonyokat, ami teljesen jogos, ugye? Látod-e azt, hogy ennek a sportágnak adott esetben a jövőre nézve kellene valami fajta megújuláson átesnie? Most én nem tudom, hogy milyen módon lehetne, hogy kellene a szabályokon változtatni. Egyszerűen azért, hogy tisztább, érthetőbb, és a nézők számára is élvezhetőbb versenyeket kapjunk. Nézd. Gondolok itt elsősorban arra, ugye, hogy ne derüljön az ki, hogy a néző ki van zárva egy végső döntésből. Először is jó, hogy ezt te kérdezed, egy volt tornász. Aki pontosan tudja, hogy mennyit mérgelődtél esetleg egy adott általad vélt elvett pontszám miatt, vagy lepontozás miatt. Ezt ma már tudomásul kell venni, hogy a videó mindent jobban lát. A judóban, a birkózásban, ha valahol vitatkoznak, nem csak ez az ember, mert mi most ugye láttuk, de korrektul kivetítették, ami történt. Kivetítették 10-szer. Hogy mindenki láthassa. Ti is otthon. Itt is mi láthattuk a helyszínen, pontosan kockáról kockáról. Hogy kicsit mindenki úgy érezte, hogy szegény Sanyit nyomták vissza, de... Én is, de maradjunk annyi, hogy ők ebből már többet láttak. Ami a kérdésed lényege, hogy lehet-e még tovább tisztítani, hát nagyon nehéz. Azt kell mondanom, hogy az ilyen extra esetek, mert itt egy olimpiai aranyéremről volt szó, ahol a harc 1/100 másodpercig tartott, így van? 30 centire a céltól. Tehát ez egy rendkívül nehéz döntés volt, de hát labdarúgásban is ítéltek már meg 11-est úgy, hogy már mentek lefelé a játékosok a hosszabbítás után, amikor visszahívták minket, hogy bocs, te még lősz egy 11-est. Biztos találkoztál. Vagy hogy? Találkoztál. Hát azt látjuk, igen, hogy a labdarúgásban is, csak szerintem a tavalyi EB-n is lehet. Élet olimpia egyik legnézettebb versenyszáma, pláne itt Kínában. A legnézetebb, de pontosan ezért, mert hihetetlenül izgalmas. Hihetetlenül izgalmas, és az utolsó pillanatig mindig történhet valami, és azért a tévé, illetve ez a bizonyos videólassítás, ez behozza elénk a végső igazságot, még azt is vitatjuk természetesen. De ezt nem szabad gondolni, hogy az angol döntőbíró az bárkinek is a javára kívánt volna, mert akkor őt fel, ahogy ezt mi magyarok mondjuk, elmeszelik. Uh-huh. Akkor többet nem bíráskodik életébe. Hogyha itt egy felebezési bíróság azt mondja, hogy te itten csaltál, rossz döntést hoztál, odaadtad a kínaiaknak az aranyérmet. Tehát ő is a számára létező legjobb és legkorrektebb döntést hozta. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondott. Szerintem nagyon fontos azt látnunk és érzékelnünk, hogy nyilván nagyon sok szempont van, amit egy ilyen döntésnél azért mérlegel. De mondom, a videóbíró ellen és a bíró pártatlansága ellen nem szabad fellebezni. Nagyon szimpatikus. Még egyszer, a Sándor nagyon szimpatikusan nyilatkozott. És ez igazi sportember. Igazi sportember. Előre kell tekinteni. Van még versenyem, majd ott bizonyítok. És én hiszem azt egyébként, hogy az élet azért ezeket a dolgokat el szokta rendezni, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolok neki is természetesen, mint minden csapatnak. Engedd meg, hogy még egy fontos kérdésre kitérjünk, már csak azért is, mert ugye ez is kint pekingi IOC, Nemzetközi Olimpiai Bizottsági döntés volt, és hát kicsit beleremektünk, ugye, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán ugye szóba került három nagyon tradicionális sportágnak tulajdonképpen az esetleges eltűnése. Ugye az egyik az öttusa, a másik a súlyemelés, a harmadik pedig a, hát nyugodtan mondhatom, paplászlóta, szívünk csücske, ökölvívás. Illetve hát, hogy arról van szó, hogy amennyiben ezek a sportágak bizonyos kritériumok szerint tudnak változni, változtatni, most nem akarok részletekbe menni, hogy melyiknél mi. Igen. Látod-e ennek egyáltalán az esélyét? Mert azért ez most egy picit, azt gondolom, hogy sokakat elgondolkodtatott a tradicionális sportágak versus modern sportágaknak így a jövőjét tekintve, illetve hát nyilván arról tudunk, ugye, hogy az öttusa milyen kétségbeesett harcot folytat azért, és talán pont éppen majd a tavaszi budapesti világkupa lesz ugye az, ahol ezt az úgymond lovaglás helyére esetlegesen bekerülő ötödik vagy új sportágatról dönthetnek, és talán lehet, hogy ez menti meg, ha megmenti az öttusát. Te hogy látod ennek a három tradíciós sportágnak? Van-e esélye egyáltalán az olimpiai programon maradni? Nem zárták ki őket. Tudom, hogy még most nem, csak... Még egyszer tárgyalják,
Tehát úgy mondom, felfüggesztették egyelőre, nincs a Los Angeles-i fix programban ez a három sportág. Jelenleg nincsenek, nem szerepelnek. Minden három ellen három különböző felvetése van a NOB-nak. Egy technikai kérdés, hogy lovaglás vagy más a Los Angelesben, hogy mit hoznak be a lovaglás helyett. Ez most már eldöntött, hogy sajnos a lovaglás nem lesz benne. Nagy bánat. Az ökövívásban éppenséggel a gazdálkodás nyitottságát és a pontozást. Ott is nagyon sok visszaélést látnak. Hát lehetett tudni, hogy 2016-ban a Riói olimpián is ugye azoda megtalálták ugye azt a manipulációs rendszert, amelyel sajnálatosan befolyásolhatták. Ez már Szöul óta így volt. Tehát az ökövívók megérik a pénzüket, hogy így mondjam. Plusz még a gazdálkodásuk is átláthatatlan volt. Az öttusa, bocsánat, a súlyemelésben pedig ez az óriási mennyiségű doppingolás, és a gazdálkodásnak szintén a, hogy így mondjam, kérdőjelezhetősége. Tegyenek föl minden szövetség, minden pénzt az asztalra. Ezt minden sportvezetőnek is ajánlom, magyarnak is és külföldinek is. Tehát ez a transzparenciának hívják, ennek meg kell lenni. Tehát három különböző szempont miatt azt mondták, hogy ami idáig változás történt, azzal nem tudnak megelégedni, várják a további fejleményeket, tesztversenyeket adott esetben, vagy egy átlátható gazdálkodást, vagy a doppingnak további lehetséges szigorítását, már nem tudom, mit tudnak kitalálni, de hát muszáj, mert az ott nagyon elburjánzott a súlyemelésben. Tehát ezt várjuk, de adtunk magunknak egy határidőt, mikor az egész sürgősen, tehát májusban lesz egy nobülés, ahol itt pontot teszünk a dolognak a végére. Az a három. Igen, ugye. Ha engem kérdezel, mind a három vissza fog jönni. ez ígéretes. Figyelj, mind a három tradicionális, ókori, őskori sport. Az öttusát Pierre Coubertin pontosan 100 évvel ezelőtt találta ki, hogy ez egy embert próbáló, alront sportembert kívánó sport. Hát az ökövívás az ókori versenyeken is ott volt már. Hogyne. És ott is el tudták dönteni, hogy ki a győztes. Igen. Ugye? És a súlyemelés is egy klasszikus sportág, ki a legerősebb ember a világon, ezt mindig is csodálatos dolog volt eldönteni. Ez így van. Azért is kérdezem, ugye, hát azt tudjuk, hogy Kovács Kokó is van az AIBA főtitkára most már tavaly március óta. Tudsz esetleg akár neki valamilyen tanácsot adni abban, hogy az AIBA milyen formában próbáljon már akár májusig? Már írtam neki egy hosszú levelet. Hogyha én lennék, persze ez nem mond semmi, de mégis mondtam neki, hogy a legfontosabb a good governance, mondja az angol, a jó vezetés. És ez nem csak a pénzekre vonatkozik, hanem a demokráciára, a nyitottságra, az elnök nem elnök, hanem primus inter pares, ahogy a latin mondja, első az egyenlők között, mindenkinek a szavára oda kell figyelni, és nem elfelejteni, hogy nem a szövetségek, nem az Klaus Sormanék az öttusába csinálják az öttusát, hanem a Székesfehérvári klub, a Magyar Ötvöse Szövetség, a Norvég, a Svéd, az Orosz, a Csillei, akármelyik. Hát, ezt reméljük Sormann elnök úr sem felejti el, amikor éppen olyan kérdéseket pénzt létre a sportolókat. Ugye nem mert ebbe egyedül dönteni, mert nagyon sokan köztük mi is lovagláspártiak voltunk. Egyértelműen. Ugye Martinek János is azt kérdezte, illetve azt mondta, amikor kérdezték szövetségi kapitányi minőségében, hogy szerintem melyik sportág lenne a lovaglás helyett a legmegfelelőbb, és azt mondta a lovaglás. Hát, hogy körülbelül neki ez a véleménye. Hát, de egyébként előfordulhat, hogyha nem találnak ki valami látványos, fenntartható, közérdeklődésre számot tartó versenyszámot, akkor saját sírjukat megásták. Ja, hát csak ez nagyon nehéz, ugye már ilyen szörnyűségeket is hallottunk, ami egyébként magának az Inside the Games-nek, tehát ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság belső magazinjának a honlapján is megjelent, én magam olvastam és osztottam meg ezt a Mandiner olvasókkal, hogy a párna csata is fölmerült. Tehát, hogy ez létezhet, hogy valami ilyen irányba megy el? Nem, valami obstacle versenyt rendeznek, ilyen, tehát ilyen akadályverseny. Akadály, nem tudom, néha a tévében lehet látni ilyen összetett, ilyen valahova el kell jutni, nagy golyókon. Vannak ezek a különféle terepfutó megmérettetések. Mindenféle, tehát egy ilyen megméretés lesz, amit előre kiadnak, ezt ma erre lehet tréningezni, lesz benne egy-két meglepetés, ami minden sportoló számára meglepetés lesz, és az is ott a stadionban kell majd, hogy lezajoljon. Hát ott akkor egy kicsit ez olyan lesz, mint egy tradicionális öttusával kombinált modernkori exatlon. Hát olyan, ahogy mondod. És a kedvencünket, ami egyébként az egyetlen, ami vonzotta a televíziót.
ne felejtsük el, lásd téged most, a televízió nagyúr. Ha nincs ott a televízió, nincs érdeklődés. Pláne, hogy nincsenek nézők most itt Pekingben. Persze. Egyetlen a televízió, ami hírül veszi a drámát, a győzelmet, a fantasztikus teljesítményt, hogy mondják ezt az izgalmakat. Igen. Tehát a televízió nagyon sokat segít. Márpedig, ha a televízió elfordul az öttusától, ennek minden esélye megvan. Az amerikaiak nem nagyon érdeklődnek. Ők állják a számlát, hozzáteszem. Igen, igen, egy kicsit nehéz, hogyha az ő érdeklődésük csappan, akkor valóban nem könnyű feladat. Igen. Még egyetlen dolgot szeretnék kérdezni, ugye új elnöke van a Magyar Olimpiai Bizottságnak, Gyulai Zsolt személyében. Biztosan értekeztetek neki, mint kétszeres olimpiai bajnoknak, csak úgy, mint neked. Sikerült-e vele pár szót váltani arról? Milyenek voltak az érzései a tegnapi nap után a Liu Shaolin Sándor esetét figyelve? Én vele nem beszéltem, de két nappal ezelőtt első dolgom volt, hogy vele ebédeljek, és átbeszéljem a kialakult helyzetet. Fölajánlottam minden nemi segítségemet, tehát 21 évig vezettem a módot. Tehát az némi tapasztalat vele szemben, de ő is ott volt, ő ismerte az én munkámat is, elnökségi tag volt. Így van. Magas beosztásokat kapott az élettől, hogy vezetői képességét bizonyítsa. Itt most azon vagyok, hogy bemutassam a Thomas Bachnak, a Nobel-elnökének, mint új embert, és én nagyon bízom benne, hogy jól fogja csinálni. Nagyon jól, mert több helyen már tisztességesen vizsgázott. Megfelelő angol tudással rendelkezik, vezetői tapasztalattal, nincs anyagi érdekeltsége, társadalmi munkába fogja vezetni hosszú idő után a bizottságot, amit jó néven vesznek. Igen, ezt azt hiszem, a közvélemény minden szempontból pozitívan fogadja. Biztattam őt, hogy állítsa vissza azt a régebbi rendszert. Nem baj, ha páran nem jönnek el, hogy legyen meg mindenkinek a képviselete, a demokratikus képviselete, és állítsa vissza egyfajta tekintélyét a Magyar Olimpiai Bizottságnak, amit úgy is tekinthetünk, mint a MOB, a Magyar Olimpiai Mozgalom egyik parlamentje. Ez így van, ez így van. Én úgy mondom, hogy ezt ő meg fogja tudni csinálni. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Búcsúzóul a tények ismeretében, és azt is tudom, hogy még azért van hátra pár versenyszám. Még mit vársz a magyar téli olimpiai csapattól, elsősorban nyilván a sorttrekesektől a hátraévőkre? Ugye ilyenkor, 21 év alatt mindig azt szoktam mondani, amikor elnök voltam, hogy tisztes helytállást, becsületes küzdelmet. Jó, oké. Hát ezzel itt nem sokra megyünk, mert nem vagyunk, sosem voltunk. Már az is, hogy 14 versenyző itt van, és egész meglepő számokban is indultunk, hát álljon mindenki a legjobb tudása szerint helyt, és eredményt változatlanul, komoly eredményt változatlanul, még úgy is, hogy vannak kis halvány remények és tudásmutatások korcsolyában, jégtáncban, vagy párosban. Én úgy gondolom, hogy még itt vár ránk érem, feltétlenül vár ránk, rám is. Nagyon bízom benne, hogy átadhatok érmet a Sándor. Szóval akkor még reménykedhetünk magyar éremmel a téli olimpián. Igen. Jó szurkolást kívánok. Legyen így, és én meg tiszta versenyt, mindenki lelki világát megnyugtató tiszta versenyt kívánok. Igen. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy rendelkezésünkre álltál, és további jó szurkolást kívánok akkor helyben a olimpikon. A 3-60, lassan ébredeznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Minden jót kívánok.